A családi hagyományt követve már kisgyerekként nyerekbe került és megismerkedett a lovasporttal. A magyar női zsókéknak kigaloppozta az utat több mint 160 verseny megnyerésével. Néhány napja a gróf Erdődi Rudolf emlékversenyen győzött, az elmúlt években immár harmadszor vendégünk Suták Csenge zsoké. A családi hagyomány szerint, amikor a szüleit hazavittek a kórházból, akkor rögtön felültél a nyerekbe. Mennyi ennek a valóság alapja? Hát nyilván azért lehet egy-két nap eltelt, hogy ki lehessen minden a szabad levegőre, de azért ott egy-két hónapon belül lóra kerültem. Nálunk a családban a nagyapám országos szintű fogadhajtó volt, de senki nem követte az ő hagyományát, az ő tradícióját. Gondolom azért neked sokat segített, hogy a családban ezzel foglalkoztak a szüleid. Hát egyébként azért ez nem teljesen így van, mert ugye az embereknek az nagy dolog, hogyha valaki lovagol, de azért nem olyan nagy dolog a lovaglás, hogyha kimész az udvarba, mm -hmm. és ott vannak a lovak. Úgyhogy nyilván megtanultam lovagolni, de olyan 14-15 évesen kezdtem el komolyabban lovagolni, akkor kezdtem el minden nap. Úgy addig nagyon szerettem a lovakat, de lovagolni annyira egyébként nem. Úgy tudom, hogy nem volt azért annyira síma az út, mennyire nehéz a lovakkal boldogulni, mennyire nehéz a lovakkal bánni. Hát elég nehéz. Egyébként most is össze a éppen az egyik. Az állam össze is van varva, csak nem látszik szerencsére. Úgyhogy így nehéz, azért ugye sok sérülése van az embernek. Pont mondtam, hogy már bemegyek a kórházba, körülbelül megismertek, ugye mert házi vagyok, ott a nyiregyházi kórházba mind mai napig megismernek. Mindig közik, hogy már maga megint itt van. Mondom, hogy hát sajnos ugye ilyen előfordul a lovak mellett, úgyhogy inkább ez nehezíti a dolgot, úgy gondolom. Meg hát természetesen azért megtanulni egy jó kapcsolatot kialakítani egy lóval, az is elég bonyolult. Ahogy te is említetted, tizenéves korodban fordult komolyra a dolog, mi változott meg akkora benned? Hát talán akkor egy kicsit jobban beértem, ugye ott is voltak kisebb eséseim, ott még akkor nem volt komolyabb balesetem, de nyilván gyerekként azért meg, megijed az ember, úgyhogy így azt tartott vissza a lovaglástól, ott egyszer csak volt egy lány, akit egyébként leesett, rálépett az arcára a ló, csak akkor mondtam, ha ő ezek után mellovagolni, akkor én miért nem elmék, és egyébként ez adott egy löketet. Ugye a galop, a vágta, a ló leggyorsabb haladási módja, elképesztő sebességgel szágoldanak. Mennyire kemény, mennyire férfias küzdelem ez ilyenkor? Hát elég férfias egyébként, nem is egy női sportról beszélünk. Hogy itt az elmúlt években, ahogy a bevezetőbe is mondtad, az irodónk nem nagyon voltak elfogadott lovasok. Talán tényleg én voltam az, aki úgy behozta, de még most rajtam kívül van két másik nagyon jó lány, aki tényleg komoly eredményeket ér el, és azért mindig vannak újak, akik jönnek, és azért tehetségesek is lányok közül is. És mit szóltak a férfiak, amikor te először feltűntél a gyerekben vetétásként? Hát nem voltam éppen a legközkedveltem, szerintem, mert ugye azért a férfi húst híjúságot az bántja, hogyha egy nő megveri őket, de hát már most inkább megszokták. Nálatok egyébként a családi hagyományt e, folytatjátok majd? A te kislányot felült már a nyerekbe? Hát őt, igen, egyébként ugye van egy saját lovunk itt Pesten, és azt nagyon szereti, hatalmas a szerelem kettejük között, oda mindig ki akar menni, hát most az jó kérdés, elég magas, ugye azért ehhez a sporthoz nem jó, ha valaki túl magas, ha bár én sem vagyok azért annyira alacsony, tehát majd meglátjuk. Mennyit dolgozol a lovakkal, mennyit edzel egy héten? Hát ugye a szerda a mai nap az pihenő, meg a hát szombaton éppen az is munkanap, de van olyan, hogy lemegyek lovagolni, van, hogy nem, de egy héten így négy-öt napot, és ugye a vasárnapok azok a versenynapok, tehát szinte az egész hetemet kiteszi. Itt ugye azért mondhatjuk azt, hogy inkább a lovak versenyéről van szó, nem a zsokék küzdelméről. Milyen lovakkal versenyzel? Hát mindig változó. Ugye én mindig azt mondom, hogy egy jó, az egy jó zsoké, nem nagyon tud hozzávenni, de nem vesz el belőle egy Igen. rosszabb zsoké, meg inkább elvesz belőle. Tehát akkor vagy jó zsoké, ha 100%-ot ki tudod hozni a lóból. Nyilván itt azért a lovak képessége. Más. Ugye, egy nap szoktam akár 5-6-7-8 futamba is ülni, ugye különböző kategóriákba futnak, ezeket úgy döntik el, hogy futnak egyes osztályokba, és akkor kapnak egy számot, és az alapján hasonló képességűek futnak együtt. És akkor konkrétan az hogyan dől el, hogy te melyik lóval fogsz versenyezni? Ezt ki, ezt ki dönti el? ugye van egy istáló, ahol lovagolok, még pluszott plusz ott vannak édesapám lovai is, tehát nyilván általában nekik szoktam versenybe ülni, ugye minden istálónak van egy zsoki, és akkor őt teszik fel versenybe, de előfordul olyan, hogy máshonnan is megkeresnek, főleg, hogyha mondjuk kisebb súlyt visz, akkor az ő csak nagyobb súlyt tud ülni, akkor így felkerhetnek engem is. Ilyenkor hétfőn kedden szólnak, hogy elvállalom el a lovat, és hogyha nincsen benne lovam abban a futamban, akkor általában igen. Ugye legutóbb megnyerte ezt a Gróf Erdődi Rudolf emlékversenyt, mégpedig Cry of Joy nyergében. Úgy tudom, hogy ez a ló favoritnak számított abban a futamban. Igen, ugye az elmúlt három évben, amit nyertem, mind a három ló elég nagy favoritnak számított. Ugye ott volt a Tour de Paris, ő azért a hazánk legjobb lova volt az elmúlt években, Overdose után szerintem ő volt a második legjobb ló. Akkor ott volt a Red Treasure, ő is nagyon jó volt. Ugye a retrezőrt és a Krájofcsajt én ültem munkába is, úgyhogy így, így a tréner, meg a tulajdonos is szerette volna, hogy én ülöm őket. Ugye ez a Krájofcsajt egyébként most az egyik kedvenc lova, egy elég nehéz lovaglású. Én ilyenkor mindig azt mondom, hogy nem a futamot meg nehéz vele megnyerni, hanem minden nap rajta ülni munkában nehéz. Kicsit úgy láttam egyébként a futamot visszanézve, hogy mintha hogyha felmértétek volna a vetétások képességét, nem? Hát igen, ilyenkor az is szokott lenni. Sajnos ő herjed, az azt jelenti, hogy az ilyen nagyobb versenyekben nem futhat. Például most hétvégén lesz a nemzeti díj ugye az az egyik legnagyobb erőpróba nekik, és most idén lesz a századik derbi is. Tehát én sajnos ő ott nem indulhat, pedig azért nagyon jó lett volna, mert nyilván mondjuk derbit alapból szeretne nyerni egyszer az ember, mert ugye az a legnagyobb futam, de azért a századik derbe az csak egy olyan dolog, amit, amit mindenféleképpen jó lenne. Ilyenkor egyébként az esélyesség terhe az mennyire jelent problémát, gondolom a zsokénak, mert hát a ló gondolom nincs tisztában ezzel, hogy favoritnak számít. Hát van Vagy tudják hely... valamennyire? Hát ez egy jó kérdés. Inkább azt tudják, hogy ők nyerni szeretnének. Uh -huh. Van olyan ló, ami kifejezetten szeret nyerni, és akkor ezért meg is tesz mindent. Hát ott a lovasnak azért nehezebb a dolog. Ugye más egy olyan lóval, mint mondjuk ő, ő azért így versenyben nagyon könnyű lovaglás, tehát azzal sokkal egyszerűbb, mint mondjuk egy olyan lóval, aki nagyon nehéz lovaglás, és akkor ott azon lehet izgulni, hogy úristen majom, el, el fogom rontani, nem fogom elrontani. Mi van, ha valahol hibázok? És hogyha hibázok, hiába nagy esély, akkor ugye nem fog nyerni. Ugye különböző nagyságú pénzdiakért zajlanak ezek a versenyek. Uhum. Az, hogy mekkora a pénzdíj, az mennyire befolyásol benneteket, vagy ez futam közben már nem jön elő? A, ott annyira nem szokott eszembe jutni. <laughs> Inkább utána, hogy de jó napom volt. <laughs> Említetted a derbit, ez a fő és a következő cél számodra? Ott szeretnél minél jobban teljesíteni? Hát ugye most a hétvégén, mert azért ez a, most a hétvége az a derbi előkészítő hétvége végül is, tehát itt derül ki, hogy majd valószínűleg melyik lovak fognak a derbi befutni, ugye itt nem is biztos, hogy, hogy eredményesen szerepelsz, azért most 1600 méterre fognak menni a lovak, és a derbi meg 2400 méter, de azért ez az első állomás ahhoz, hogy tényleg vajon derbi lovad van, vagy nincs, úgyhogy mind a kettőt nagyon izgatottan várom. Hát sikeres felkészülést kívánunk, és akkor gratulálunk az eddigi eredményekhez. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.